Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket a helyszín vecsés és kettes, négyes fogadhajtó világkupa forduló a négyeseknek, a ketteseknek magyar bajnoki forduló, és ugye láthatunk pónifogatokat itt a Sporttelevízió képernyőjén, tehát jó bő 3-4 órában fogadhajtás a vecsési világkupa versenyről. Mellettem Dobrovics József, aki nem csak hogy induló volt, meg hát a nevét nem kell bemutatnom, de főszervezője, tehát a szíveden viseled ennek az egész versenynek a sorsát, miközben ugye elkezdődik a verseny a díjhajtással, de beszéljünk egy picit a vecsési versenyről magáról. Üdvözlök mindenkit szeretettel. Hát ez a vecsési verseny erre az évre úgy érzem, hogy nagyon sikerült kinőnie magát nemzetközi szinten, különösen ugye a négyes fogatra vagyunk kiélezve, tehát régi vágyunk volt az, hogy ilyen nívós négyes fogathajtó mezőny végre összejön vecsésen. Ezen a versenyen a tavalyi top 10-ből 8 fogat indult, a Lázár Zoli ugye kettesen indult, ezért ő nem tud benne lenni, az már 9 lett volna, valamint Sárdon nem jött el, próbáltuk őt is megnyerni, de avval érvelt, hogy az ő lovainak ez nagyon hosszú utazás lenne. Hát ez kinek milyen érv. De a többieket sajnos nagyon jól sikerült elnyernünk erre a versenyre, és nagyon jól érezték magukat. Hát ugye ez, hogy a világranglistából, vagy a top 10 versenyzőből 8 itt van, az önmagáért beszél, és hát ugye a vecsési versenyt emelegetik úgy, hogy Aachen után talán a legnagyobb verseny. Hát az... Breda után. Így vagy Breda mellett, mondjuk így. Így van, hát Aachen ugye a legrangosabb, mert oda akárki nem mehet, csak akit meghívnak, de az is szintén CIO verseny, rangjában ugyanaz vecsés is CIO, viszont Breda az ugyanebben a ranggal van, mint vecsés. Na Dobrovics József, nem könnyű az embernek magára beszélni, de nyilván a fogatról viszont annál könnyebb. Igen, hát ebben az évben egy elég jó díjhajtófogatot sikerült összeraknom, de sajnos két versenyen szenzációsan mentek, és vecsésen a bemenetel előtt a két első ló összefeküdt, ami annyit jelent, hogy egymást elkezdték tologatni, és meg kellett cseréljem őket, és úgy mentem már be a díjhajtásban, hogy ami jobbról ment volna, az ment balról elől, és a bal első ló ment jobbról, és ez 20 perccel a díjhajtás előtt történt, egy kicsit kevés időm volt ahhoz, hogy áthajtsam őket. Akartam kérdezni, mennyi idő alatt szokják meg a lovak az új pozíciót a fogadban? Hát voltak ők otthon többször így hajtogatva, de igazából nem így voltak készítve, és hát az a másfél óra, ami a készülés volt, az teljesen széthullott, és ez a másfél óra, ez mindenképp hiányzott belőle. Nemzetközi verseny, de 11 ország résztvevői vannak itt, miközben látjuk Dobrovics Józsefet, Magyarország, Hollandia, Svájc, Németország, Svédország, Ausztrál, Horvát, Cseh, Román, szlovák versenyzők. Na, hogy sikerült az első nap a díjhajtás? Hát ebből a cseréből kifolyólag nekem ugye egy picit rosszabbul sikerült, mint ahogy szerettem volna. Én bíztam benne, hogyha helyükön mennek a lovak, akkor egy olyan 43 pont körüli díjhajtást tudok véghez vinni, de így csak 48-ra sikerült. 48,9 pontot ért el Dobrovics József. Ugye az imént láttuk a svéd Perszont, ő 47-49-er zárt, és hát most itt az első nap megmutatjuk az első négy helyezettet egymás után. Ugye a kettes fogatoknak az idei év az fontos, hiszen Kecskeméten világbajnokság lesz augusztus végén, a négyeseknek viszont nincsen világverseny az idén, vagy világbajnokság. Nem könnyű így azért az éves felkészülés, vagy ez ilyen nyugalmi időszak? Hát egyáltalán nem nyugalmi időszak. Úgy gondolom, hogy ebben az évben kell összejönni annak a fogatnak, amivel jövőre ütőképesen tudunk versenyezni, de hát nekünk a négyeseknek minden évben ugyanolyan kihívás, mert ugye szeretnénk kvalifikálódni a top 10-be, hogy a téli fedeles világkupán tudjunk indulni. És akkor megvan a lehetőség, tehát beáldozza mondjuk az ember egy világkupán a díjhajtást, hogy megcserél a lovakat, vagy a lovak pozícióját. Hát ez nem beáldozás volt, hanem sajnos ez egy kényszerhelyzet volt, mert ha nem cserélem meg őket, akkor nem sikerült volna ilyen díjhajtó programot végrehajtanom, az biztos. Hát mondjuk arra az vesse az első követ, aki nem lenne elégedett egy világkupán a negyedik helyjel. Na nézzük a holland versenyzőt, Kozde Ronde, neki hogy sikerült? Neki egy picit jobban sikerült a díjhajtás, mint nekem, de úgy gondolom, hogy nem tudtak ők elhúzni annyira, mert egy-két ponton belül voltunk a Kozde Ronde és a Pearson, meg én. Egyedül a Boydnak sikerült olyan tetemes előnyre szert tenni, ami behozhatatlan volt már, ha fel nem borul.
Na, beszéljünk azért azokra a dolgokról is, amire figyelni kell egy ilyen díjhajtásnál, hiszen mondjuk az, hogy vannak olyan nézők, akik életükben először látnak fogadhajtást, mondjuk itt tévében, és nem a helyszínen. Hát a díjhajtás az a lovaknak az idomítottságáról, elengedettségéről szól. Tehát ezt egy laikus ember elég nehezen tudja felfogni, hogy valójában mit kell figyelni díjhajtás közben. Igazából a nézők is általában azok jönnek el, akik szakmailag is tudják, hogy mit látnak. Tehát nem csak nézik, hanem látják is azt, hogy valójában mi történik a négyszögben. Ezt, ha valaki nem tanulja meg, akkor nem tudja úgy élvezni a díjhajtást, mint ahogy valójában ezt lehet. Aki szakmailag ott van, az nagyon tudja értékelni magát a díjhajtást, de ezért a közönség részére nem olyan élvezetes, mert ugye laikus ember ezt nem tudja értékelni. Ezzel szemben majd ugye láthatjuk kicsit később a maratonhajdás, miközben Boyd Axel, ausztrál versenyző van, őnek is sikerült egyébként a legjobban. Az első nap 35,7 század ponttal végzett, és ezzel megnyert az első napot. Szóval a maratonhajtás meg ezzel szemben sokkal-sokkal látványosabb. Hát igen, a maraton és az akadályhajtás, az úgy gondolom, az hát lelátszik is a nézők számán, tehát az vonzza a tömegeket. Exerről elmondható, hogy magyar lovakat hajt a fogadba, Vince Tamás tulajdonában vannak a lovak. Ez is egy érdekes párosítás, magyar lovak ausztrál kézben. Hát a lovak nem magyarok. A tulajdonosa, bocsánat, a tulajdonosa magyar, így van. Csak a tulajdonos, de én úgy gondolom, hogy Tamás megtalálta a számításait Excel Boydban, és azért is szponzorálja, mert próbálkozott ő más versenyzőkkel, de nem tudott olyan sikereket elérni, mint amit ő szeretett volna, és megpróbált egy olyan versenyzőt találni, aki el tudja neki érni ezeket a sikereket. Milyen furcsa, hogy nem magyar fajtó. Hát magyar hajtónál próbálkozott magyar hajtókkal, akik hajtották volna esetleg a lovait, mert ugye ez is olyan dolog, hogy például én senkinek a lovait nem hajtanám. Uh-huh. Mert hogy... Én nem tudnám elviselni azt, hogy például egy tulajdonos úgy dönt, hogy eladja alólam a lovat. Aha. Tehát én, a kiszolgáltatottság. Én nem csak számomra a kiszolgáltatottság, hanem amelyik ló a szívemhez nő, azt soha nem adnám el. Tehát inkább nem hajtanék másnak, inkább lenne gyengébb eredményem, de amelyik ló a szívemhez nőtt, azt én nem tudnám eladni sose. Nem akárki egyébként az ausztrál versenyző, Excel, hiszen a világkupa döntőt nyerni tudta télen, a Federes világkupa döntőt Göteborgba, igaz, hogy ez egy másik fogad volt. Igen, hát a döntőben nagyon jó kijött a lépés Excelnek a világkupán, és tetemes előnye meg tudta nyerni. Az első nap eredményéről érdekes elmondani, ugye, hogy Ausztrália Excel volt a legjobb, 35,7 századdal, ahogy mondtam, második helyen. De Ronde Hollandiából harmadik, Persson Svédországból és Dobrovics József lett a negyedik, aztán menjünk tovább. A második nap a maratonhajtás, mindjárt egy kis fogat a pónik. Ugye hát a fiatalok próbálkoznak a pónival, ez a bejárata a nagy fogathajtásnak, a kettesnek és a négyesnek? Hát igazából a bejárata is, és közben egy olyan fogadhajtó sport, amit külföldön nagyon sok nem fiatal, hanem idősebb ember is végez. Tudnélik, a pónikkal olcsóbban lehet végrehajtani ezt a fogadhajtást, tehát sokkal kevesebbe kerül a tartása. Kevesebbet eszik? Kevesebbet is eszik, ez vicces, de tényleg így van, hogy sokkal kevesebbet is eszik, azon kívül sokkal könnyebb a munka vele, tehát egy pónilovat például leápolni, negyed annyi idő sincs, mint egy nagy lovat, és hát ezért kevesebb ember kell hozzá, sokkal olcsóbb.